Az Országos Statisztikai Intézet 3258 lejben határozta meg a fogyasztói kosár minimális értékét egy kétgyermekes városon élő család számára. A statisztikusok szerint a falusi családok ennél még kevesebb pénzből méltányosan meg tudnak élni. Csak hogy ez a becslés távol áll a valóságtól. Rácz Krisztina szociológust arról kérdeztük, hogy milyen tényezők befolyásolják, és milyen adatok alapján számítják ki a minimális fogyasztói kosár értékét. A decensként meghatározott életszínvonal biztosításához szükséges minimális fogyasztói kosarat egy két felnőttből és két gyermekből álló család havi szükségletei szerint állítják össze. Az Országos Statisztikai Hivatalnak alárendelt szakbizottság becslése szerint 3258 lejből tud tisztességesen megélni egy négytagú család Romániában. Ebből például 1400 lej élelmiszerre, 175 lej ruhára, 500 lej számlákra jut. Ez 999 lejt jelent felnőttenként, 735 lejt 14 év feletti gyermekenként, és 525 lejt 14 év alattiaknak. Csak hogy a népügyvédje februárban jelentette be, hogy a romániai Friedrich Ebert alapítvány adatai alapján a tisztességes megélhetéshez szükséges minimális kosár egy egyedülálló személy számára 2708 lej, míg a nettó minimálbér 1524 lej. Rácz Krisztina szociológus, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem tanára 2016-tól foglalkozik a minimális fogyasztói kosár alakulásával. Tőle kérdeztük, hogy hogyan is számítják ki a kosár értékét, és milyen módszerekkel állapítják meg a méltányosságot, az emberhez méltó élet és a túlélés közötti határvonalat. A kérdésnek két dimenziója van. Van egy politikai dimenzió, amely arról szól, hogy milyen típusú eszköz a minimál kosár. A második dimenzió pedig egy technikai dimenzió. Tehát, hogy hogyan is lehet ezt felépíteni. Szerintem a második része, a technikai része a könnyebb része, azért, mert ennek van egy módszertana, van egy hagyománya, már a 90-es évektől Romániában ezt számolta az életminőséget kutató intézet, amely a Román Akadémia alatt van. De viszont a politikai része az, ami érdekesebb szerintem, és amire talán kevesebbet beszéltek az elmúlt napokban. 2008-ban volt egy egyesség az önkormányzatok és a kormány között, hogy Romániában a minimál bért fel kellene emelni legalább az átlagbérnek az 50%-ára. Ez 2008-ban volt, és akkor született egy törvényhozás, amely szétválasztotta az összefüggést a minimálbér és a szociális juttatások között. Ugyanakkor felmerült a kérdés, hogy akkor a szociális juttatásokat mihez viszonyítjuk, és akkor bevezette a román kormány az indikátor social de referenza, tehát egy referencia indikátort, amely a társadalmi igényekhez megfelelő összeget kellett volna biztosítson, és ezt évente kellett volna az ár alakulások alapján emelni. Ez nem történt meg. Tehát 2008-tól egészen tavalyig ez nem volt megemelve. Miért fontos ez a kérdés? Azért, mert ez egy összeget jelentett, amely függetlenül minden mástól egy létminimumot adott az embereknek. Na már most. Időközben a minimálbér nőtt, de nem olyan ritmusban, mint az árak alakulása. És akkor egy új kampány született ugyancsak az önkormányzatok részéről, és itt segített a Friedrich Ebert alapítvány is, technikai szempontból, és ennek a kampánynak az volt a jellemző vonása, hogy a hangsúlyt egy méltányos fizetésre tette, amely azt jelentette, hogy egy méltányos életet biztosító minimális kosár felépítését jelentette. Ez történt 2020-ban, és az önkormányzatok, illetve a civil szervezeteknek a nyomására a kormány elfogadta a 174-es törvény alapján, hogy lesz egy minimális kosár, amelyet a minimál bér meghatározására használnak fel. A Friedrich Ebert alapítvány szakértői egy kosarat állítottak össze, amely 2708 lejes minimumot határozott meg egy egyedülálló személynek.
Ez be is került a 2020-ban módosított 174-es törvénybe, és az Országos Statisztikai Hivatalnak lett volna a dolga, hogy évente ezt újra számolja az árak alakulása alapján. A módszertan hiányosságára utalva a hivatal ezt nem tette meg sem 2021-ben, sem 2022-ben. Ezért a kormány nem alkalmazta a minimális kosárnak az értékét a minimálbérnek a meghatározására. A nemrég nyilvánosságra hozott számítás igencsak felborzolta a kedélyeket. A több tényezőből összetevődő kosár felszínes, sok sebből is vérzik, magyarázta a szociológus. Az utolsó szegénységi küszöb, amelyet a Nemzeti Statisztikai Hivatal kiszámolt, annak az értéke egy felnőttnek egy hónapban, ez a 2020-as évre vonatkozik, az 1000 lej. Na már most, a most felépített minimális, méltányos életre szükséges kosárnak az értéke 999 lej. Kicsit úgy hangzik, mint egy ilyen olcsó áruház, de világos, hogy egy lejjel a szegénységi küszöb alatt van. Szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Unió szintén létezik egy nagyon erős indítványozás a szociálpolitikusok részéről, hogy legyen egy európai minimum. Viszont ők ezt a minimumot nem csak a minimál bérfelépítésre szeretnék használni, hanem egy olyan standardnak, amely a szociális juttatásokat, a munkanélküli segély, a nyugdíjrendszer, a fogyatékkal élő személynek a segélyezési összegeit is valamennyire rendszerezze. Viszont a román törvénykezésben ez a kettő nagyon világosan el van határozva, és ennek van egy politikai szándéka, ami 2008-ban nagyon-nagyon világos volt, és nagyon világos most is, hiszen a 174-es törvény csak a minimálbérről beszél, de nem beszél arról, hogy ez a kosár ugyancsak érvényes kellene legyen, például a nyugdíjak esetében, viszont talán akkor ott egy technikai szempontból egy különböző kosarat kellene felépíteni, hogy egy nagyon felvállalt határvonalat szab a kormány, aközött, hogy mi alapján szabják meg a minimálbért, és itt megengedték a kosárnak a használatát, illetve a szociális juttatásokat, ahol viszont még mindig ezt az indikátorul social de referenza használják, amelynek az értéke 2008 és 2021 között egyáltalán nem nőtt, és 2021-ben felemelték 5%-kal, ami az inflációnak volt az értéke. A nézőben felmerülhet a kérdés, hogy milyen kompetenciákkal rendelkeznek azok a tisztviselők, akik ezt a bizonyos minimális fogyasztói kosarat meghatározzák. Mert feltételezhető, hogy ezek olyan emberek, gondolom minisztériumok, meg ilyen-olyan bizottságok emberei, akik leginkább irodákban töltik az életüket, és sokkal kevésbé vannak közvetlen kapcsolatban a napi tapasztalattal. Tehát az a faktor, ami az emberi inkompetenciáról szól, szerintem itt nagyon kevés jelentése van. Tehát egyrészt tényleg a Statisztikai Hivatalnál szakemberek dolgoznak, másrészt pedig a 174-es törvénynek a melléklete nagyon pontosan meghatározza, hogy melyek azok az értékek, amelyeket a kosár felépítésébe kell használni. Tehát ennek a lejben való értéke természetesen ott nincs megszabva, de az, hogy mit kell tartalmazon ez a kosár, az meg van szabva. Itt, ami szerintem viszont nagyon fontos, és erre a más kollégák is, akik kommentálták a kosárnak az értékét, amely most lett publikálva, rátértek, az, hogy az élelmiszer kosárnak van egy társadalmi funkciója is. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy kalória szempontból, vitamin szempontjából a kosár méltányos legyen, hanem arról is, hogy az étkezésnek van egy társadalmi funkciója. Tehát az, hogy valaki, aki 8 órát dolgozik naponta, és a minimálbér a keresete nem tudja megengedni, hogy vasárnap elmenjen egy cukrászdába a gyermekeivel, az egy probléma. Az, hogy nem tudja megünnepelni otthon a gyermekeinek a születésnapját, mert esetleg nem úgy néz ki a lakásuk, vagy esetleg nem teheti meg, az egy probléma. Hogy alakul ez a fogyasztói kosár 15%-os infláció mellett? A kosárnak az összetétele az stabil. Azok a kilogramok vagy értékek ott vannak a mellékletben. Ami változik, az az ára. Tehát ezt a hivatalnak, a statisztikai hivatalnak a feladata, hogy az árak alapján növelje a kosárnak az értékét.
A fontosabb szempont szerintem egy tágabb gazdasági perspektíva, amit a kormánynak szem előtt kellene tartania. Persze, hogy társadalmi szempontból nagyon, nagyon furcsa, hogy gazdasági érveket hozunk fel arra, hogy miért kellene az embereknek egy méltányos életre való jogát védeni. Viszont, hogyha erre van szükség, akkor gazdasági szempontból igenis kifizetődő az, hogy az embereknek a minimálbére magasabb legyen, hiszen az azt jelenti, hogy azok a típusú fogyasztói cikkek, amelyeket Románia létrehoz, azoknak van egy felvásárló piaca, ami nagyon-nagyon fontos. És természetesen ez valamennyire korrigálná a Romániában nagyon-nagyon mély egyenlőtlenségeket, hiszen a Romániában a legmélyebbek az egyenlőtlenségek európai szinten, az országnak a leggazdagabb 20%-a majdnem 7-szer több jövedelmel rendelkezik, mint a legszegényebb 20%-a. Európai szintén ez a szám csupán 5. Összegezve tehát, a minimális fogyasztói kosár összegének reálisan fedeznie kell azt a havi kiadást, amelyet például egy 4 személyes család a mindennapok szükségleteire költhet, hogy méltányos életet élhessen. Csak hogy az állam által becsült összeg a 4 tagú családonkénti 3258 lej maximum a túléléshez elegendő. Hisz Romániában a nettó minimálbér 1524 lej, az infláció elérte a 15%-ot, az árak pedig napról napra nőnek. 2020-hoz viszonyítva több mint 20%-kal fizetünk többet egy alapélelmiszer kosárért, de több élelmiszer ára az utóbbi 2 évben megkétszereződött.